Tavaly tavasszal a járvány első hulláma idején egyik napról a másikra kellett újra szervezni a közétkeztetés Szekszárdon. Most ismét ez a feladat várt a polgármesteri hivatal munkatársaira. Az iskolák és óvodák bezárása ellenére ugyanis a Tolnai megyeszékhelyen továbbra is igényelhetnek a szülők ebédet a gyerekeknek. Ehhez új rendelést kell leadniuk, a korábbiak ugyanis törlődtek. Szerdától pedig 4 osztóponton lehet majd az ebédeket átvenni, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Elosztópontokat a Baka István, a DNS Valéria, a Garai János és a Babics Mihály általános iskolában alakítanak ki. Az ételt csak eldobható műanyagtartóban lehet majd elvinni, amiknek az összegyűjtésére az önkormányzatnál akciótervet dolgoznak ki. A kötelező maszk használat tekintetében egyelőre nincs változás Szekszárdon. Az húsvétig a megyei jogú város minden részén kötelező. A polgármesteri hivatal munkatársai azt kérik, hogy aki ügyet intézne náluk, az lehetőség szerint telefonon vagy online tegye ezt. Ezek mellett Szekszárdon hétfőtől elkezdik az utcák, a padok és a játszóterek fertőtlenítését is.